Vili Manó varázscipője. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kis Manó, aki Manóvár csodálatos országában élt. Vilinek hívták. Történt egyszer, hogy Vili csent egy éretlen körtét. Megharagudott az öreg Manó, és így szólt hozzá. Te haszontalan adta-batta kölyke! Nem megmondtam, hogy az éretlen körtét nem eheted meg? Most fölmész a szobádba, és leírod tízszer, hogy nem eszem meg soha többé az éretlen körtét. Indulj! És a kis Manó szobája felé vezető lépcsőre mutatott. Vili megsértődött, és felrohant a szobájába. Elővette az utazóládáját, és elkezdett csomagolni. Amikor készen lett, nagy dérrel durral lerohant a lépcsőn, és elindult világgá. Ment, mendegélt, hét nap és hét éjjel. Egy odvas fa tövébe letett az utazóládáját, és nagy búsan rátelepedett. Bánta már, hogy eljött otthonról. Amíg így szomorkodott, kicsordult egy-két könycsepp is a szeméből. Hiába törölte meg a szemét, csak hult-hult a könnye. Egyszer csak egy tündér jelent meg előtte. Így szólt hozzá a tündérke. Mi a baj, kis Manó? Segítek a bajodon, csak mondd el nekem. Vili válaszolt a tündérnek. Messze jöttem Manóvár csodálatos országától, és nem tudok visszatalálni oda. Kérlek szépen, segíts rajtam! A varázspálcám azt mondja, hogy nincs szükség varázslásra, mert van nálad valami, ami haza tud repíteni téged, csak meg kell találni. Mi lehet az? Nem tudom, nézzük csak, először is, mi van alattad? Állj csak föl! Az utazóládám, válaszolt Vili, azzal felállt. Ebben nincs semmi, megkérdezem a varázspálcámat, hát ha tudja. Azzal úgy is tett. Ő se tudja. Megvan, a cipő, ami rajtad van, kié? A bátyámtól örököltem. Hány éves a bátyád? 200 éves. Jelent ez valamit? Hát akkor megvan. Ez varázscipő. Arra repít, amerre akarod. Köszönöm, tündérke! Azzal fölkapta utazóládáját és futott. Fölszállt, és így beszélt cipőjéhez. Vigyél haza engem Manóvár csodálatos országába! Repült Vili vissza az ő imádott kis országába. Éppen az öreg Manóval találkozott először. Megkérdezte tőle. Most már szabad enni a körtéből? Megérett? Persze, Vili, egyél csak amennyit akarsz! Vili annyi körtét evett, hogy másnap nem fért bele semmi más. A zöld cipőjét pedig az utazó ládájába rejtette. Így volt, vége volt, mese volt.